Most egy olyan témát hoztam, ami egy picit mélyebben érinthet, inkább egy picit önismereti. Ez pedig a belső gyermek témája. Talán már hallottál erről a kifejezésről. A belső gyermekünk mindegyikünknek van, és tulajdonképpen ez egy olyan én részünk, ami egy kicsit játékosabb, könnyedebb, lazább de érzékenyebb is, és nagyon sokszor pont ez a részünk az, ami miatt mondjuk sérülékenyebbnek érezheted magad, és ami miatt könnyebben bezárod a szíved kapuját. És hát ez a belső gyermek, ez ilyenkor gyógyításra szorul. Van egy ilyen csomag, hogy belső gyermek kártya. Én most abból hoztam nektek egy példát, hogy hogyan is lehet ezt a belső gyermeket gyógyítani természetesen ezt bármelyik kártyával meg tudod csinálni, de ha már van egy ilyen kártyacsomag, akkor gondoltam ebben fogom bemutatni, hogy milyen más dologra is használható, nem csak a jóslásra ez a csomag. Na nézzünk egy olyan egyszerű kirakást erre a belső gyermekre, hogy milyen sérülésed van. Ez hogy jelenik meg a jelenben? és a harmadik lap pedig, hogy hogyan gyógyítható. Itt mindig olyan témák vannak egyébként előjönni, ami most aktuálisan meg is gyógyítható, tehát érdemes akár többször is használni ezt a kirakást. Én a példának most ezt a belső gyermeket használom, és akkor nézzük, hogy mit jelent ez jó képekben. Na nézzük az első lap, hogy azt mutatja meg, hogy milyen sérülésed van. Hát ez a bot 3 itt egy nagyon szép, pozitív lap, és mindig a kártyának a képeit érdemes egy picit előtérbe helyezni. Mit láthatunk itt? Ugye kis tündérek itt repkednek a fa körül, a virágok körül, és talán éppen gyűjtik be a virágport. Lényeg, hogy az egész helyzet egy virágzásról szól, és egy könnyedségről. Ugye, mivel sérülésről beszélünk, itt mindig a lap negatív oldalát fogjuk nézni. Hát mi lehet a bot 3 negatív oldala? Hát nyilván az ellentét annak, amit az előbb mondtunk. Hát mi az ellentéte? Ugye nyilván a virágzás volt a pozitív, akkor itt ennek a hiánya, illetve, hogy valamilyen eredmény még nem jelenik meg az életedbe, nem tudsz általában eredményes, sikeres lenni, valahogy nem érnek be a munkád gyümölcsei, illetve hiányzik ez a fajta könnyedség, amit a képen láthatsz. Na nézzük, ez hogy jelenhet meg a jelenben, ezt fogja mutatni a második lap. Ez a 14-es nagy árkánum, amik hozzá itt őrangyal néven fut, és hát amint látod, itt valóban egy őrangyal vigyáz a két gyermekre, hát mit jelent ez, ez a jelen helyzetben? Hát ha sérülés, akkor ugye lehet pozitív-negatív hatása is, de általában az azért inkább negatív szokott megjelenni. Hát, hogyha őrangyal, akkor aki vigyáz ránk, aki védelmet nyújt, ez ugye hogyan jelent meg negatív oldalon, hogy úgy érzed, hogy védtelen vagy, hogy kiszolgáltatott, hogy nem kapsz olyan fajta támogatást, amit szeretnél, az intuíciód egy picit kevésbé működik illetve itt a két gyerek elmélyülten rajzol, illetve olvas. Ez ugye problémaként megjelenthető, hogy nem már akár így kikapcsolódni, hogy ez a két gyerek itt nagyon könnyedén, lazán tud szabadidős tevékenységet csinálni, tehát hogy nem mász megengedni magadnak egy kis szabadságot, egy kis lazítást, mert ugye azt gondolod, hogy akkor nem leszel eredményes. Jó? Tehát rögtön kötjük az előző laphoz, hiszen ott ugye erről volt szó, hogy nincsenek eredmények, és ez a jelenben így jelenik meg, hogy nem lesz lazítani, mert mi van akkor, hogyha nem leszek sikeres, nem leszek eredményes, akkor ugye jön a bűntudat, semmiatt ugye azért ez a lazítás, ez ilyen elcsépelt időnek tűnik. Jó, tehát hogy ezeket jelenítheti meg a jelenben. Hát és nézzük, akkor a harmadik lap megmutatja, hogy hogyan oldható ez fel. Mindjárt mutatom. A harmadik lap, ami ugye segít ezt a gyerekkori sérülést feloldani, ez a kehely ásza, ami ugye a kehely 1 felel meg. Itt nagyon szépen mutatja, hogy a vízből kiemeli a kétsálló a szívet. Úgyis arról van szó, hogy a szívedet egy picit jobban meg kell mutatni. Bátrabban merj a szívedre hallgatni, és engedd meg magadnak, hogy az érzelmeidet kifejezd ez nagyon fontos, és ugye a itt egy segítő pár, tehát hogy valamilyen segítséget is fogsz kapni hozzá. Ez a segítség lehet egy olyan ember, aki egy kicsit közelebb van hozzád, és ő vele bátran lehetsz nyitott őszinte, de hozhat olyan helyzetet is, amikor egy kicsit biztonságosabb környezetbe kerülsz, és ott jobban kimerheted fejezni az érzéseid. A lényeg, hogy próbáld meg az érzéseidet előtérbe helyezni, és akkor ez a régi sérülés szépen be tud gyógyulni. Na hát ennyi volt ez a belső gyermek gyógyítása kirakás. Még egyszer a lapokat elmondom, tehát az első, hogy mi a gyerekkori sérülésed, ami most begyógyítható. A második, hogy jelenik meg ez a sérülése jelenben ugye itt ez általában én a negatív, tehát hogy azt is nézd meg, és a harmadik lap pedig, hogy hogyan gyógyíthatod, itt a lapnak a feladat részét fogod majd használni, tehát azt kell majd tenned, amit a lapon látsz, amit a szereplő csinál. Jó, szerintem érdemes megcsinálni így időről időre, legalább fél évente ezt a kirakást, bármelyik más kártyát természetesen használod, én itt most azért csináltam a belső gyermekből, mert hát pont ehhez készült, ehhez csináltam ezt a kirakást. Ha tetszett a videó, akkor lájkolt, kérlek érdemes föliratkozni a csatornára, és benyomni a csengőt is, mert akkor fogsz értesítést kapni, és megtalálsz egyébként a Facebookon és az Instagramon is taró néven. Köszönöm a figyelmed. Szia!